A családi hétvége zárásaként a sportcsarnokba várták a hatvaniakat Szente Vajk Legénybúcsú című vígjátékára. Az előadás előtt fél órával már sokan gyülekeztek az intézmény bejárata előtt. Rozik Lajosné elmondta, hogy nagyon várta az előadást. Ezt a színdarabot mivel szerettük volna megnézni Budapesten, csak nem kaptunk rá jegyet. Mert ugye egy jó 3 hónapos időszak az, amikor lehet foglalni jegyet, és sajnos nem volt. És így nagyon örültünk neki, hogy most itt van helyben lehetőség, és még messzire se kell érte menni. Szabó Lászlónét a parádés szereposztás vonzotta a leginkább. Azt is elmondta, hogy kik a kedvenc színészei. A Csonk Andrást is szeretem, Szeredményi Bérát is, úgyhogy szinte mindegyiket. A Legény búcsú című vígjátékot Szente Vajk írta, rendezte, valamint játszik is a darabban. Csonka András Mr. Vad szerepét játssza a Bohózatban. A színész elmondta, hogy miért szeret az író-rendezővel dolgozni. Az a jó a Vajk írásaiban, hogy ott nincsenek véletlenek, tehát nem a próbák alatt alakul ki, hogy aztán majd jó lesz. Azt már az olvasó próbán lehet tudni, hogy ki van számítva centire, hogy megírja a hatások, minek kell történnie. Tehát én ezt szeretem, hogy határozottan tudja, mit akar, azt át tudja adni a színészeknek. Nagy Sándor Simon szerepét kelti életre a vígjátékban. A színész azt mondta, azért is különleges számára a darab, mert Szente Vajk kifejezetten a színészek számára írta meg a szerepeket. Nagyon áldásos egy olyan helyzet, amikor az író az rád írja a szerepet. A te szádba írja a mondatokat, és miközben írja, hallja, hogy te ezt hogy fogod mondani. És ez minden szerepnél így volt ebben a darabban, illetve ugye a darab folytatásán is, amit Aranylakodalom címet kapott. A Legénybúcsú olvasópróbáján szénén röhögtük magunkat, tehát arra emlékszem, hogy egy nagyon-nagyon vidám olvasópróba volt, és a próba folyamatot is nagyon élveztük, és hát ez most azt hiszem a 187. vagy 188. előadás, nem tudom pontosan, és a nézők is így vannak ezzel, hál' Istennek. Játszani egy darabban és közben rendezni azt igen komoly és összetett feladat. Szente Vajk elmondta, hogyan zajlottak a próbák. Sokat dolgozunk együtt, és nagyon értjük egymást. Nem beszélve arról, ami talán rendezés technikailag egy könnyebbséget jelent, hogy ez egy egyhelyszínes darab, egy szállodai szobában játszódik, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen a próbaidőszak vége felé, amikor az esetek 90%-a, amikor én zenés darabot rendezek, akkor nem ülhetek máshol, csak a nézőtéren, mert dirigálni kell a díszletváltozásokat, hogy a fény hogyan változzon, hogy a zene, amikor elindul, akkor megváltozik-e a fény, hogy a időben beér-e a díszlet. Ez itt mind nincs. Tehát itt ez egy díszletileg, ez egy statikus dolog. Tehát az, hogy a színészek esztétikailag jó helyen állnak, azt természetesen bentről is ugyanúgy látom, tehát ez egy könnyebbséget okozott. De a próbaidőszak elején egy kollega volt, akit irányítottam, és később én odálltam, az nekem volt egy feladat csak. Szente Vajk azt is elárulta, hogy jelenleg többet magával egy musical írásán dolgozik. A mű címe Trón, és Hunyadi Mátyásról szól majd. A Legénybúcsú című előadásra sokan kíváncsiak voltak. A sportcsarnok széksorai szinte teljesen megteltek. A vígjátékban elhangzó poénok jó hangulatot teremtettek. A színdarab végén a közönség vastapsa jutalmazta a színészek alakítását.